örömöt és a jó hírt, azt a szívetekből árasszátok, az ének által elsősorban, a többiek felé, hiszen az angyalok karácsonykor azt teszik. Oda menek a pásztorokhoz, énekkel örömként zengenek, fényt árasztanak. Arra kérem benneteket, hogy most imádsággal kezdjük el ezt a napot, amely remélem, hogy ragyogni fog az Öröktől, ragyogni fog mindattól, amivel készültetek, ami a szívetekben van, amit itt most átadtok a többieknek, és ami által nagy világosság távol ebben a dolgoteremben, mint akkor Betlehemben. Imádsággal kezdjük, ezt mindenki ismeri, karácsonyi készítettel. Igaz, hogy akkor nem is lesz karácsony. Krisztus Urunk azon hogyan
S megsegíted mindig, sohasem hagyott cserben. Ki vagyok én, korszám, hogy tagadni merjem? Rajta meg nem segített. Hát kérted? Még nem. Akkor azért vagytok ilyen nagy szükségre. Lezzek a kérdéte? Hát én megfogálom, hogyha van úgy Jézus, hogyha van úgy Jézus ezen a világon, hogyha úgy van minden, amit mondja a néni, fogok imádkozni. Meg fogom megkérni, és ha úgy van minden, amit a néni mondja, azt mondom, hogy is lesz ez kis karácsonyban. Hogyha imádkozol, s ha hiszel, meglátod, be fog teljesedni ez a kívánságod. És ha többet lesz kérni, akkor kapsz többet. Karácsonyfeltessék, karácsonyfeltessék! Juliska, Mariska!
folytatásként fogadják meg szeretettel a felső fokozatos két tanítási nyelvű képzésben résztvevő gyerekeket. Először az 5. osztályosok karácsonyi énekei, majd a 7. osztályosok karácsonyi énekei, és végül a 6. és 8. osztályosok közös karácsonyi énekei. Thank you.
Thank you.
Yeah.
áldásra. Hirdetve jött szent ez az éjszaka. Nagy örömet hirdet Máriának, nyugvó helyet készít szent fiának. Thank you.
este. Ringató szép lelkünk a csillagos egekben, megszületett a megváltó. Jézus ott a kicsi fényen kidulott, Betlen baranyába lépett, beragyogva a kicsi vendéget. Utamú teve fény szeretett, a szemből a tartomása ellen hal. Csodálatos éjjel, mint a mese lenne, mint a körülöttünk száz tündér lenne. Nem tündérek az, angyalok lennének, de hisz a földön nincsen ilyen élet. Kicsi Jézus a nagy fóban, annyi a szó felindultam. Komadj el, hát
Mikor kopogtat a címe ajtaján, Jézussal új élet költözik oda, lefélünk, miha le nem voltak soha. Testvér, itt a földön nincs jó barát, tár ki hát előttek szívednek ajtaján. Hosszú útról, messze földről, bölcsek jönnek napkeletről. Meglátták a barlangot, fölötte a csillagot. Sötétben éltünk, s éreztük, hogy itt vagy, s hogy megszülettél, mert fölfélett a csillag. Kis jászlom, az engye volt az ének, szívünket hoztunk, Isten gyermekének.
alig tudott szóhoz jönni, ugyanis gyönyörű ajándékot kaptunk. Én úgy gondolom, hogy tényleg leszálltak az anyja, nem tudom, figyeltétek el, hogy honnan föntről kogyogtak el dolgok, lehet, hogy egyéb pongyal mihez szálltak el. Először is köszönöm a közönségnek azt, hogy ilyen szépen, és tényleg a lelkét kinyitva fogadta el azt az ajándékot, amit egymásnak adhatok. És én úgy gondolom, hogy igazából a megváltó betleheni jászlához is leteszitek. Mindenkinek kívánok áldott Szent Karácsony. Igaz, még az Advent úr párnak van, amit mondtam az elején. Készüljenek lelkileg is a karácsonyra, továbbra is, és otthon is pici ajándékokkal. Ez nem feltétlenül boltban vett, hanem segítség anyának, segítség apának, jó vagy a testvéreddel, nem veszekszel. Ezek mind-mind ajándékok a Jézuska jászolához. Áldott karácsony kívánok mindenkinek! Nagyon vigyázzatok magatokra a karácsonyi szünetre, jó hosszú lesz. Annyit kérnék, hogy január második után ezért a könyv is kívül elő. Ez nem azért mondom, hogy itt a ünnepet mondjam, de tudjátok, hogy hosszú lesz a téli szünet. Most, mikor mindennek vége lesz, akkor osztályonként fogtok levonulni, és az osztályokba meg fogunk teríteni, és ott kapjátok meg a karácsonyi ebédet, vacsora, nem? Mindenkinek még egyszer áldott karácsonyt kívánok. Köszönöm szépen.